Aggasztó számok láttak napvilágot május elején a skarlát, más néven vörheny terjedésével kapcsolatban. Április végén országosan 890 megbetegedés szerepelt a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilvántartásában, ezzel januártól összesen közel 2900 esetet regisztráltak az orvosok. A skarlát főleg a 3-5, illetve a 6 és 9 év közötti korosztályokat érinti. Szakemberek szerint a korábban súlyos lefolyású betegség mára hatékonyan kezelhető, fontos azonban, hogy a beteg időben megkezdje a szükséges terápiát. Egy skarlatina, ha az nem nagyon súlyos lefolyású, gyakorlatilag úgy kell a szülőknek mondom, úgy kell értelmezni, mint egy komolyabb mandulagyulladást, amit egy kórokozó okoz, amit úgy hívunk, hogy streptokokusz. De azért oda kell figyelni, mert ez azért van mostanában, hogy enyhe, mert olyan a törzs, ami nem okoz olyan agresszivitást, régebben sok vese meg szívbetegséget is kiváltott, de az előírások, amit ugye nekünk szabályosan követni kell, hogy ezekben a fertőző betegségben mit kell tenni, ha ezeket betartjuk, akkor nincs ezzel semmi baj, sőt annyira nincs már, hogy ami korábban volt, hogy egy közösségben, hogyha volt egy skarlatinás beteg, akkor azoknak penicillin készítményt adtunk bizonyos ideig, ez nem kritérium. Tehát, hanem csak odafigyelni, időbe kiemelni. Az antibiotikumos terápia megkezdése után a gyermek még 2-3 napig fertőzhet. A skarlát köhögéssel, tüsszentéssel, orváladékkal is terjed, ezért fontos a tárgyak fertőtlenítése is. Az áprilisban országosan tapasztalható kiugró esetszámok mára csökkenő tendenciát mutatnak. Ezt a vármegyei tiszti főorvos is megerősítette. A skarlátnak van ciklicitása és szezonalitása. A szezonalitás azt jelenti, hogy általában tél végén és tavasszal jelentkezik, most erről beszélünk, most itt vagyunk, illetve a ciklicitás akár a skarlátnál, de akár az influenzánál is megfigyelhető, hogy általában több évenként felfellángol. Skarlátnál ez 5 év, tehát körülbelül megint ugyanott vagyunk, hogy várható volt, hogy emelkedik a mértéke. De most a plató után jön a jó idő, és jön a nyár, úgyhogy az adatok alapján úgy látjuk, hogy ez most már csökkenni fog. Legutóbb 2017-ben regisztráltak több skarlátos megbetegedést. A COVID alatti járványügyi intézkedések miatt ez a betegség is visszaszorult, a koronavírust követően idén tapasztaltak ismét magasabb esetszámot.